6 milliárd forintból épül sportcsarnok Felcsúton. Vagyis a figyelő szerint a decemberi hírekhez képest 4 milliárddal többet költenek erre. Az MSZP-nél azt mondják, szégyenletes, hogy a kormány milliárdokat költ a hóbortjaira. A DK szerint pedig Orbán Viktor hatalommániája nem ismer határokat. Május 1-e óta robog a kisvonat a Felcsúti Puskás Akadémia és az Alcsú-Dobozi Arborétum között 857 millió forintból. Nem ez volt az első nagy beruházás Orbán Viktor szülőfalujában. 2014-ben adták át a falu futballstadionját, a Pancsó Arénát, ami 3,8 milliárd forintba került. A mintegy 2000 fős Felcsút a 3500 néző befogadására alkalmas stadion mellé most sportcsarnokot is kap. Decemberben a hírek még 2 milliárdos összköltségről szóltak. A Figyelő című lap információi szerint azonban azóta növekedtek a költségek. A csarnokra mintegy 6 milliárd forintot szánnak. A Jobbikos Zékárpát Dániel azt mondta, az új felcsúti beruházás esetében a Magyarországon mindennaposnak számító túlárazásról van szó. Közröhely európai szinten is, közép-európai szinten is, hogy ahogy a kormányzati színezetek változnak, mindig megjelenik egy másik banda, és mindig nála landolnak a megrendelések. Egy megfelelő immunrendszerrel rendelkező nemzetállamban ez nem fordulhatna elő. A szocialista Gúr Nándor szerint szégyenletes, hogy az emberek támogatása helyett a hóbortjaira költ a kormány. Abban az országban, ahol több mint 4 millió ember már a szegénység azon felületén éli az életét, hogy sokan közülük nyomorognak, aközben a kormánynak a kisvasutak, aközben a kormánynak a stadionok, aközben a kormánynak az olyan típusú presztízs beruházások vannak a gondolkodási körében, amelyek nem az emberek közvetlen megsegítéséről szólnak. Orbán Viktor nem ismer határt. Ez G. Német Erzsébet mondta. A DK budapesti képviselője szerint egy akkora falunak, mint Felcsút, nincs szüksége a futballstadion mellé sportcsarnokra is. Ennek a pénznek sokkal jobb helye lenne az egészségügyben, vagy sokkal jobb helye lenne az oktatásban. Orbán Viktor megalomániája és hatalommániája tényleg nem ismer most már határokat. Bevallom, nem vagyok képben, de tájékozódom. Hol épül sportcsarnok? Felcsúti sport létesítményem egy Ferenc csarnok. Valóban. Lázár János újságírói kérdésből tudta meg, hogy Felcsúton sportcsarnok épül. Azt mondta, a felcsúti önkormányzaton nem lehet számon kérni a beruházást, mert a csarnokot a felcsúti utánpótlás neveléséért alapítvány építeti, nem pedig a falu. Én nem hiszem, hogy külön baj lenne, hogy mondjuk egy vidéki településen van egy sportakadémia, nem minden a fővárosban legyen elvalapján. Kerestük Mészáros Lőrincet, Felcsút polgármesterét is, hogy megtudjuk, miért nőtt 2 milliárdról 6 milliárd forintra a tervezett sportcsarnok építésének költsége, de nem kaptunk választ.